Újabb parkettal megújultak az öltözők, kicserélődtek a nyilázzárok, és napelem is került a tetőre. Néhányan Kalász János sportcsarnokban történt felújításból. A létesítmény folyamatos üzemben dolgozik, gyakorlatilag minden percében kihasznált, de a felújítással nem lehetett tovább várni, mert már nem volt méltó sem a város rangjához, sem az itt folyó sport teljesítményhez. A 35 év az azért már látszott a sportcsarnokon, független attól, hogy korábban néhány alkalommal már kisebb-nagyobb beruházásokban próbáltuk az állagát javítani, és most jött el az idő, amikor már a küzdőtér, elsősorban a küzdőtér felújítása nem tűretett halasztást. És a város több éve próbálkozott a belügyminisztériumnál a létesítmény felújítására pályázat benyújtásával, és 2017-ben 20 millió forint támogatásban részesültünk erre a feladatra. A város végig gondolta, hogy igazán ezzel a létesítménnyel kapcsolatban milyen felújítási elképzelései lettek volna az elkövetkező időszakban, és végül is úgy döntött, hogy a nagyját, ami összességében mintegy 61 millió forintot tesz ki, ebben az esztendőben meg is kívánjuk valósítani. Ez azt lehet mondani, hogy meg is történt, a kisebb javítási munkák vannak már csak hátra, de ebből a 61 millió forintból megépült és átépült a küzdőtér, teljes egészében új rétegre, lakkozással, festéssel. Ez nagyon nagy vívmánya úgy gondolom a felújításnak. Fontos ez azért is, mert az elmúlt években virágzásnak indult a kosárlabdasport. Ma már minden korosztályban van csapata a bátaszéki kosarasoknak. A kosarasok részéről mondhatom azt, hogy mi a négy korosztályban heti két alkalommal edzünk itt, tehát azért mondhatom, hogy a héten sok időt töltünk itt, vagy vannak foglalkozások. Az egészségmegőrzés miatt, a sérülések elkerülése érdekében, és hát azt, hogy egy szép környezetben dolgozhatunk, edzhetünk, tehát nyilván így egy nagyon jó dolog, és egy nagyon fontos az új parketta. Nagyon jó érzés az is, hogy nyilván a hazai meccseket itt játszunk le, és azért a vendégcsapatokat is úgy tudjuk fogadni, hogy egy szebb környezetben, jó körülmények között. Nyilván a parketta is számít ebbe, az öltözők, a mosdók felújítása, és hát nekünk nagyon fontos az, hogy új kosárlabda palánkokat kapott itt azért ez a terem. A régiek már nehezen mozgathatóak voltak, nekünk betolhatós palánkokkal kellett dolgozni, sok időt vettek igénybe, amire ezeket betologattuk, és hát nyilván most sokkal jobb, hogy azért egy gomnyomással elintézzük ezt a palánk kérdést. Természetesen nem csak a kosarasok birtokolják a csarnokot, hiszen itt edzenek az atléták, a pingpongosok és a jelenleg nemzetközi mértékkel is kiemelkedő teljesítményújtó karatések is. A város elképzelései szerint továbbra is jelentős támogatásokat szán a sportolás körülményeinek javítására. Bátaszék város önkormányzata mindig is kiemelten kezelte a sportot és a sportélet feltételrendszerének biztosítását, hiszen tanúszodától kezdve a sportcsarnok felújítása, lent a városi sporttele felújítása évek óta folyamatában zajlik. Ezen nem nagyon szeretnénk változtatni, mert úgy gondoljuk, hogy a sport feltétlen fontos a bátaszékiek életében, és lehetőségeinkhez mérten, erőnkhöz mérten mindig szeretnénk a megfelelő fejlesztéseket, felújításokat elvégezni, ezeket a létesítményeket, amelyek hát azt lehet mondani, hogy fontosak a város életében is, némelyik talán egyedülálló is, ezeket szeretnénk ezen a szinten tartani működés és a működtetés szempontjában. A legnagyobb probléma pont a kihasználtságból adódó, hogy ez a terem ekkora igénybevételre már kicsi. Azért mi el is készítettünk egy tanulmánytervet, hogy a csarnok nyugati oldalán, az önkormányzat tulajdonában lévő területen hogyan lehetne bővíteni ezt a csarnokot olyan sportolási célra, ami nem labdajáték, minden egyéb feladatokra. Hát tervező költségvetési számait megismerve úgy látjuk, hogy ez sajnos önkormányzati beruházásként nem lehet kezelni, csak pályázati forrásból valósulhat majd meg esetlegesen a csarnok funkciójának bővítése. A bátaszékiek eddig is szerették a csarnokot. Pomsár Szilvia azt mondja, mindent megtesznek majd annak érdekében, hogy hosszú ideig megmaradjon jelenlegi formájában,
és újabb évtizedekig adjon majd helyt bátaszék sport és közösségi életének.